Egy 250 milliós projekt eredményét tekintették meg Tiszacsege lakosai április 17-én. Az elmúlt időszakban már elkészült egy 22x42 méteres műfőes labdarúgópálya, valamint energetikai fejlesztéseken esett át a tiszacsegei Fekete István Általános Iskola is. A sorra elkészülő sikeres projektek legújabb eredménye az egykori művelődési ház helyén felépült szolgáltatóház és piasztér, mely kinyitotta a kapuit a lakosság számára. Az érdeklődőket településünk polgármestere Szilágyi Sándor köszöntötte, majd az épület bemutatása után a jövőbeli pályázatokról és fejlesztésekről, valamint a településen folyó eseményekről is szót ejtett. Én szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet. Jelen pillanatban egy 250 milliós programnak a befejezése történt meg ezzel az épülettel, a parkosítással, a kondiparkkal, és lesz ilyen világító fényoszlopok, amit most szerelik a másik végén az épületnek. Tehát egy szabadidő központ lenne az alapvetően. A legfontosabb az, hogy becsüljük meg, és hogy mire lehet használni, hát azt mindenki döntse el a mai nap után saját maga. Én úgy gondolom nagyon sok mindenre. Az tény, hogy ez nem kultúrház. Az, hogy a kultúrház helyén nőtt ki, ez még nem azt jelenti, hogy ez kultúrház. Kulturális célokra is alkalmas, addig, míg a kultúrházunkat nem tudjuk felépíteni. A kultúrházat az elkövetkező 5 évre terveztük, mert ennek a helyén nem kell itt önöknek bemutatni, hogy az a kultúrház már nem felelt meg a mai követelményeknek. A legnagyobb problémája azok voltak, az ablakot se tudtuk rendesen becsukni, nem tudtuk felfűteni, de ha nagy nehezen ez sikerült is, akkor óriási költségbe került. Én úgy gondolom, hogy a mai nap mindenki nyugodtan nézze végig ezeket a kis irodahelyiségeket is, akkor végig kell nézni a mellékhelyiséget. Én arra kérek mindenkit, hogy tüzetesen nézze át ezt a uniós pénzből 100%-os támogatással építettük. Tiszacsegének, tehát a városnak több programja van, pályázata, elnyert pályázata, ami meg fog épülni, amire már olyan előre haladott állapotban vannak, hogy egy részének már az előlege is megérkezett hozzánk, vagy az államkincstárhoz. A következő, amit meg fogunk építeni, iskola igazgató asszony meg tudja erősíteni, hogy körülbelül egy hónapja volt kint a tankerületi igazgató úr egy stábbal, szakemberekkel, és pontosan rögzítettük, hogy a 4 tanteremet hozzá fog épülni a meglépő iskolához egy 4 tantermes kis létesítmény, és egy nagyon komoly sportcsarnok. 750 millió forintot kaptunk az államtól, és mivel azt kell mondanom, hogy maga az iskola vezetésével is, és a tankerület vezetésével is nagyon jó kapcsolatot ápol az önkormányzatunk. Azt is hozzá kell tennem, hogy nem véletlen az alpolgármester úr is az iskola igazgató helyettese. Ezzel én is azt szerettem volna, meg maga az önkormányzatunk, hogy minél békésebben és egyúton haladjunk. Tehát nagyon sok olyan kezdeményezés van még, amit el szeretnék önöknek mondani, megnyert pályázat a polgárőr irodától lefele a répási boltig, ha így mondhatom, lesz egy az útnak a minősége helyreállítva első körben. Utána még nincsenek beadva a pályázatok, de biztos halljuk a televízióban, rádiótól, hogy a következő ciklusban a vidéken az úthálózatnak a megépítése folyamatban lesz, és én úgy gondolom, mint idáig is, nagyon sok pályázatot nyert a településünk. Több esetben igaza van a tiszacsegei lakosoknak, meg több kollégával is beszélgetek, hogy hát beszélgetünk a településen, és kikérdezzük a település lakóinak a véleményét, hogy hogyan tovább. Hát én megmondom őszintén, hogy szívesen fogom én is tenni ezt, amikor eljön annak az ideje, mert jelen pillanatban az, hogy megkérdezzem a falu nagy többsége, úgy gondolom ennek a létesítménynek is örülni fog. Én azt nem kérdezem meg, hogy azt a modit alkalmas-e arra, amire nem, magam is el tudom dönteni, és gondolom, hogy nagyon sok tiszacsegei lakos azzal ért egyet, hogy azt a modit már le kellett bontani. Hogy nézett ki a város közepén ez a modi? De említhetném az iskolát is.
amikor nem tudtuk megakadályozni, hogy a tetőt ne bontsák meg addig, még véglegesen el nem dől a sorsa, megbontották, onnantól adott volt a helyzet, tönkrement az iskola. Hozzá kell tennem, hogy amit lebontottunk iskolát, később épült, jobb állapotban volt, mint ami mellette van jelen pillanatban is. Azt is nagyon szívesen ajánlom a tiszacsegei lakosoknak, meg kell nézni jelen pillanatban is, egy 40 fős oktatást tart benne a Nemzeti Agrárkamara, tehát van helyünk, ahol ha rendezvényeket tudunk tartani, meg tudtunk is, meg az iskola ebédelőt is, ha elkérték, a nyugdíjasok is. Én örömmel tettem ezeknek eleget, annak ellenére, hogy volt egy kis kukucskáló, aki nem úgy gondolja, hogy a nyugdíjasoknak ez jár, hát jár nekik, ez közös, az az ebédlő is. Igazán hozzá kell tennem, hogy addig, míg nem épül meg az új kultúrház, vagy nem épült meg ez a létesítmény is, addig bizony adokat kellett igénybe vennünk. De az épülettel kapcsolatban, ha bárkinek olyan igénye merül föl, amit jelen pillanatban most én nem tudok elmondani, és használható kárt nem teszünk benne, higgyék el, hogy szívesen oda fogjuk adni, és tényleg én azt kérem mindenkitől, hogy minél szebb napot békességben el tudjuk tölteni ezekben a helyiségekben. Tehát összességében, ami még meg fog most Tiszacsegén épülni, a Tiszaközi út az Erdészháztól a Paptovasi gátig, annak is megvan a tervemán. Most lesz elbírálva, hogy 4 vagy 5 adták be rá az igényt, hogy megépítik. Elbírálás után a nyertes el fogja kezdeni építeni. Mindenkit megnyugtatok, hogy egyetlen egy forint sincs még fölhasználva, nem is lehet. Tehát azért, ha már olyanokról is szó esett, és engemet is ilyennel vádoltak, hogy ad a pénz is ott van, hát az is a helyén van. Vagy az államkincstárnál van, vagy a városunk pénzintézetében. Van egy város rehabilitációs pályázatunk is, amiben 40 millió forint van oktatásra, egyéb ilyen szellemi termékeknek a megvalósítására, illetve olyan fölhasználásra, ami a Tiszacsege város javát szolgálja, de konkrétan nem építményre van biztosítva. 120 millió forint van, aminek majd ezúttal fogjuk elkezdeni az építését az Erzsébet utcához nagyon közel, ott fogjuk majd elkezdeni az építkezést. Ott lesz egy ilyen konténer, polgárőr konténer lesz, és gyalogjárdákat és egyebeket fogunk azon a részen kialakítani 100%-os állami támogatással. Ez a mai nap is részben azért van, ez nem átadás, hogy a tiszacsegei lakosok saját maguk győződjenek arra, hogy akarjuk közösen csinálni. Én jelen pillanatban azt vallom, hogy nem az a legfontosabb most már, hogy ki lesz a polgármester, hanem az, hogy ki lesz a fűtésszerelő, ki lesz a villanyszerelő, ki lesz a karbantartó, ki lesz a gázszerelő, ki lesz a villanyszerelő. Majd utána, hogy ki lesz a polgármester. Mert hiába lesz egy nagyon jó polgármester, vagy jelen pillanatban is mindent megtennék, sokkal jobb minőségben is nincs kivel megtenni. Igenis, körbe kell nézni saját magunk körül, hogy adok a szakemberek, akik idehaza voltak, vagy a közmunkában ezelőtt 4 évvel voltak, tudták rakni az utat, a követ, villanyszerelő, festő volt köztük, elmentek, kőműves volt, elmentek. Ebben részben azért, hogy elmentek Tiszacsegéről, nem örülök, de azért, hogy a boldogulásokat megtalálták, és anyagilag is sokkal több pénzt tudott neki biztosítani az a vállalkozó, ahova elmentek. Hát ezzel én nem tudok sajnos jelen pillanatban még mit kezdeni. De Tiszacsegéről, hogy elmentek a szakemberek, ez engem nagyon bánt, mert jó munkát végez, és csak jó szakemberre lennek. Aminek még nagyon örülök, hogy az óvoda és az iskola azért ott ezek az elvándorlások nem indultak el, és jó szinten működik az óvoda, a bölcsőde és az iskola. Annyit szeretnék már elmondani, ha még megengedik, hogy az orvosügyelettel kapcsolatban is nagyon nehéz volt megteremteni ezt a lehetőséget. A legnehezebb az, hogy az anyagi forrás kellett rá megteremteni, de egy percig nem volt készség egyetlen egy képviselőnek, nekem se, hogy az orvosügyelet Tiszacsegén meg kell tartani. Annak ellen, hogy kötelező feladat is, de addig még erre a
pénzösszeget nem találtuk meg, az volt a dilemma, illetve az orvosok, az egyeki orvosok nem vállalták az orvosi ügyeletet. Nem kívánom elmondani, miért, megvan a sajátos véleményem, de ahogy a tiszacsegelyeknek is a gyakorlatból ne tudják meg, és mindenki maradjon egészséges, és ne vegye igénybe az orvosi ügyeletet, csak akkor, ha ténylegesen rászorult, akkor pedig 24 órába az orvosi ellátás a településén biztosított. Amennyire én látom az elkövetke időben, most már stabilizálódott az orvosoknak a hozzáállása, és Gadóci doktor minden hónap elején örömmel tájékoztat engemet, hogy tudta a fiatal orvosokat tiszacsegélyre csábítani, és folyamatosan működik az orvos ügyelet. A legnagyobb támogatást a kormány megbízott úr és az országi gyűlési képviselőnktől, Bodó Sándortól kaptuk. Ez tény, mert amikor egy ilyen döntést kell meghozni, amikor a településnek egy terhet vállalunk, mert körülbelül 11 millió forinttal lett több, vagy 15 millióval is a költség az orvos ügyeletnek, hogy ezt honnan teremtsük elő, úgy, hogy adót nem emelünk a lakosoknak, nem növeljük a terhét, higgyék el, ez egy komoly feladat, de a képviselőtestület egysége miatt föl tudtuk vállalni, és át tudtuk a pénzt csoportosítani. Meg szeretnék megvenni, az idősebbek tudják, hogy Balogh Püstra bácsi féle házat, most az új tulajdonosoknak, ne haragudjanak, nem tudom a nevét, Szilágyi Árpád és Kovács János között lévő területet, és azt is itt a falu központjába parkolónak szeretnénk kialakítani. Hogy a buszok ne álljanak meg a református egyház előtt, a szakmai vezetővel tegnap folytattam tárgyalást, és ki fogjuk alakítani, amit lebontottunk iskolát, ott egy parkolót, hogy a három busz odaálljon, illetve több személyi gépkocsinak is majd fogjuk biztosítani, hogy meg tudjanak állni, ha központban, vagy vasárnaponként, vagy szombaton vásárolni jönnek, hogy legyen az is hely. Én köszönöm, hogy meghallgattak, én további szép napot kívánok, és van egy nagyon szerény kis ebédünk, amit Elekes Katika készített, gondolom, hogy fog ízleni. Én jó étvágyat kívánok mindenkinek, és tényleg további szép napot kívánok.